most van az a fantasztikus lehetőség, hogy egyrészt a román templomot rendbe lehet rakni, további klimatizált raktárat lehet építeni, az egész épületnek a épületgépészetét, elektromosságát, fénytechnikáját, gyenge áramú rendszereit, amelyikbe ugye a fény, hang, tűzjelző hálózat, biztonságtechnika, és ez bizony ez a program most az épületnek közel az 50%-át érinti. A Sikedanc mesterő látvány tervezett. Ő nagy látvány tervező volt. Ez a múzeum tulajdonképpen az első emeleten kezdődött. Ugye ezen a gyönyörű lépcső soron föl lehetett jönni. Alatta pedig az alapfalak között az egészet visszatöltötték homokkal. Csak az épület teremének az egy részén volt hasznos funkció, néhány műhely, a kapusnak a lakása, ugye akkor ő volt a karbantartó, a biztonságtechnika, tehát a felügyelet is. És annyi, és hozzá néhány raktár és néhány műhely. Ugye akkor a főigazgatót még múzeum őrnek nevezték, és őnek itt volt a lakása is az épületben. A funkciókat, hát csak egy egészen profán dolgot említsek, a múzeum megépítésekor volt a földszinten két tőzeges vécé. Tőzeges? Igen. Ez olyan meglepő, mint hogy itt lakott a múzeum igazgató. Igen. És hát most pedig hát autóbusz számra jönnek az emberek, tehát az sem túlzás, hogy egy-egy ilyen vizes csoportba egy zuhany legyen, vagy pelenkázó legyen, vagy a kismamák foglalatosságához is igazítva legyenek ezek a terek. Egy kicsit a raktározás problematikáját kellene ehhez körbejárni. Igen. Tehát amikor azt mondtam, hogy igen, amikor annak idején épült a múzeum, akkor annyi volt a műtárgy vagyona, ami a falon lógott. Tehát nem voltak raktárak. Na most, ahogy bővült a gyűjtemény, ez egyre feszítőbb gonddá vált. Amikor én 84-ben, 85-ben először jártam az épületben, akkor a raktározás fönn volt a tetőtérben, egy réteg üveg alatt. Ugye nyáron 70 fok, télen mínusz valamennyi. Nem tesz jót a festményeknek, és a klimatizálás pedig mindösszesen annyi volt, hogy a drótkerítésekre felaggatott képek alatt fémtálcák, bádogtálcák voltak, amiben időnként vizet öntöttek, hogy valamelyest a levegő páratartalma biztosítva legyen. Nos, amikor én először jártam itt ebben a raktárban, akkor ezekben a tálcákban éppen jég volt. Tehát ez brutális hatást gyakorol a képekre és a fatáblákra, tehát nem csak a festményekre, hanem a fatáblákra, hát pedig különösképpen, mert ezek a páratartalom változására még érzékenyebbek. Thank you.